Start. Start, elindultak a mai napon a nyeretlen két évesek. Vegyesen, négyessel Eternity Bar. Durva hibával kezdő volt a futam egyik esélyese. Szintén galopozik Etalon, nem Top of Climb azonban nem kezd rosszul, sőt, külső start hely ellenére nagyon hamar az élen van Fazekassal. Mögötte bent a falon Enrico Fling, mellette pedig Elton John AT versenyez. Eternal Flame is kimondottan jó startot tudott venni. Éden CD van még viszonylag közel hozzák, illetve azért elegáns hölgy is még természetesen e versenyben. Akkor, amikor az első egyenesre ér a mezőny, Top of Climb diktálja a tempót. Nagyjából egy hossz másfél osz lehet az előnye a mellé zárkózni próbáló Elton John AT-vel szemben. Ment a falon még mindig Enrico Fling, mellette pedig Eternal Flame-üget. A harmadik kettes fogat pedig kicsit felbomlani látszik, elegáns hölgy előzi a falon versenyző Éden CD-t. És gyakorlatilag már is a közép mezőnyben találja magát, amikor érkeznek a második kanyarra, és előlüget Top of Climb, mögötte, mellette pedig Elton John AT-t láthatjuk. Egyre inkább Eternal Flame is megvillantja magát bent a falon. Enrico Fling közlekedik, aki mellett ott van a gyors szakaszt, a lenyomó elegáns hölgy, a csapatot pedig aki zárja, Éden CD. Két lovat diszkvalifikáltak már, Etalon Ent, illetőleg Eternity Bart, utóbbi volt a favorit, és ebben a pillanatban hibázott Enrico Fling is, tehát vélhetőleg az ő versenyének is vége lesz. Gyorsul a tempó, megtámadják Top of Climb-ot, a folyamatosan mellette ügető Elton John AT az, aki gyorsabb csapás számra váltott, de ezt Top of Climb le tudja reagálni. Harmadik pozícióban pedig Etalon Flame-et láthatjuk, Eternal Flame-et láthatjuk versenyezni. Ez a vezető hármasunk megszökni látszik a többiektől. Akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarra, Top of Climb vezet, mellette ott van Elton John AT, aztán Eternal Flame, illetőleg még elegáns hölgy is beleszólhat a küzdelembe. Viszont nagyon szépen zárkozik elegáns hölgy, és akár még a győzelemért is harcban lehet. Top of Climb ugyan vezet, de hát nagyon kisodródnak a két évesek a kanyarban, főleg Elton John AT szinte feltart és kifelé megy, és azért ez óriási térvesztességgel jár számára. Elindul viszont elegáns hölgy, és egyelőre Eternal Flame is ott van, és készen áll arra, hogy meglepetést okozon. Fejfejtőnek hárman, Top of Flame pedig nem igazán bírja az utolsó 100 métert. Kívülről talán Eternal Flame Budai Attilával tűnik a legerősebbnek. Nagyon közel egymáshoz a 3-2 éves. Az utolsó 50-en azonban Eternal Flame egyértelműen gyorsít, és Eternal Flame nyeri némi meglepetésre a futamot. Top of Flame visszajön a második helyre, elegáns hölgy lesz majd a harmadik, aztán a borzalmasan pekes versenyt futó Elton John AT, illetve Éden CD még a negyedik, ötödik helyen érnek célba.